ez az. Hatalmas dobókockát használtak a gyerekek a méretes társasjátékhoz Szekszárdon az Energia Parkban. Ezúttal 30 fiatalnak szervezett egyhetes elfoglaltságot a Humán Szolgáltató Központ az Erzsébet tábor keretében. Mert nem kell otthon lenni, hát igazából otthon is lehetünk, csak a táborban találkozhatunk barátokkal, ismerkedhetünk másokkal is, és új játékokat is találhatunk. A központ immár negyedik éve pályázik minden esztendőben a programra, hogy ezzel ingyenes lehetőséget biztosítsanak az adatbázis lévő családoknak. Idén összesen 120 gyereknek szerveznek tábort. A jelentkezőknek a fele az ügyfélkörünkből kerül ki, és direkte, célzottan keressük őket ezzel a lehetőséggel, mert nekik tényleg szinte ez az egy lehetőségük van arra, hogy a nyarat valamilyen tábori körülményben tudják tölteni. A többiek úgy jönnek a gyerekek, hogy ők évek óta visszajárók hozzánk, van egy adatbázisunk, ami alapján dolgozunk. A tartalmas szakmai programok között szerepel a hagyományok ápolása, a sport és egészségmegőrzés, illetve a kézműveskedés és több kirándulás. Is. Hogy múlt héten Bátán voltunk, akkor ott elmentünk, megnéztük például a szivattyú telepet, fönt voltunk náluk a Fekete Gólya házba, ott kaptunk különböző programokat, fölmentünk a Szentvér templomhoz, tehát próbáljuk igen azokat a nevezetességeket is megismertetni a gyerekekkel, mert lehet, hogy van olyan kisgyerek, aki nem járt még mondjuk ezen a településen, vagy ezen a területen, és akkor kicsit úgy élményekkel telve tudjon hazajönni. Az egy hét során a gyerekek katonai bemutatón is részt vehettek, emellett Szálkára is ellátogattak.